Komáromváros díszoklevelét adta át dr. Molnár Attila polgármester Podmanicki Krisztina cukrász számára, aki egy arany és egy bronzéremmel tért haza a Stuttgarti kulináris olimpiáról. A rangos megmérettetésre 61 országból érkeztek versenyzők. Az eseményen nevéhez illően a nemzeti lobogók alatt vonultak be a résztvevők, és az olimpiai lángot is meggyújtották. Mint mondta, az alkotási folyamat egyik legnehezebb része a különleges témaválasztás. Ő általában képeket nézegetve merít ihletet. Most is így volt. Megláttam egy fényképet, ahol egy koldus a majmával a vállán kéreget, csak maga a téma azért az egy elég szomorú téma volt, főleg, hogy a majom láncra verve. Azért azt szerettem volna egy kicsit vidámabbra venni, egy kicsit viccesebbre venni, hogy az emberek mosolyoghassanak. És hát így jött gyakorlatilag az, hogy akkor mi lenne a cirkuszi porondmester bácsi, aki már kiöregedett a szakmából, a majma a vállán, és akkor egy alsó nadrágban, köntösben kicsoszog, és akkor gyakorlatilag ez a kompozícióm. A bronzérmes munka a Mikulás rossz napja címet kapta, melyhez egy karikatúra adta az ötletet. A versenymunkáknál nagyon érdekes az anyaghasználat. Az aranyérmes alkotást a szabad idejében egy hónap alatt készítette el. Magassága 75 cm. Cukormasszát használtam, kétfajtát, egy ilyen úgynevezett modellező cukormasszát, az egy kicsit hamarabb szárad, és van egy olyan, amivel kicsit puhább, azzal könnyebb dolgozni, és ezen kívül ehető ostyát használtam még egyébként a majomnak a szőrének a megalkotásához. Azt egyenként körömvágó ollóval vagdostam, az egészen egy hétig tartott. Érdekessége még az egyébként, hogy a szájába, ahogyha belenézünk, akkor egész a torkáig lelátni, és teljesen aprólékosan el van készítve. Ez nekem egy fontos részlet volt, mert ezek a pluszok adják meg egyébként egy versenynél azt, amitől egy kicsit másabbak, egy kicsit különlegesebbek vagyunk. Nagyon jó úton haladunk, hogy Komárom felkerüljön a gasztronómia térképére, mondta dr. Molnár Attila polgármester. A városvezető hozzátette, 2018-ban a komáromi kislány lett az ország tortája. Staracsek Ádám idén két tortájával is bejutott a verseny legjobbjai közé. Podmanicki Krisztina pedig csodálatos alkotásaival, aranyérmeivel és más fantasztikus helyezéseivel évek óta öregbíti Komárom és Magyarország hírnevét. Ha már ilyen sikereik vannak, akár egy állandó kiállításban is gondolkodhatunk, ahol bemutathatjuk alkotásaikat. Több olyan pályázatunk is van, amely pont ezt tűzi ki célul, hogy a kulturális hagyományok, gasztronómiával kapcsolatos értékeinket is meg tudjuk mutatni. Úgyhogy én bízom benne, hogy hamarosan egy állandó kiállításnak lehetnek a szemtoni a komáromiak is, meg a hozzánk látogatók is, mert hála jó Istennek van mire büszkének lennünk. És hát ugyanígy Staracsek Ádám országtortája mellett azt gondolom, hogy helyet kaphat Podmanicki Krisztinának is az a sok-sok gyönyörű alkotása, amivel ilyen szép eredményeket ért el. Én azt tudom mondani egyébként úgy, ahogy most Krikinek is és Ádáméknak is, hogy mindenki, aki tényleg egy ilyen óriási alkot és Komárom hírnevét, Komárom brandet a nagyvilágban ilyen pozitívan tudja megmutatni, ez minden segítséget és támogatást meg fogunk adni a későbbiekben is, és teljes melszíleséggel ott leszünk, hogy ugyanilyen szép sikereket érhessünk el a későbbiekben is. Az aranyérem új lendületet ad Kriki számára, nagy ötletei vannak. Így újult energiával készül a két év múlva megrendezendő luxemburgi világbajnokságra.